Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, engem Vivinek hívnak, és minden nap új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg a tudatosságról, önfejlesztésről, spiritualitásról, és igazából saját magadról. A mai videóban pedig egy tapasztalatról szeretnék beszélni. Egy kicsivel több mint egy hete egy kihívás elé állítottam magam, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fog belőlem kiváltani, hogy milyen tapasztalatokat szerzek, úgyhogy ma hoztam egy videót, ahol ezt megosztom veled. A kihívás nem másról szólt, mint hogy 24 órán keresztül se telefon, se laptop. Kikapcsoltam a telefonomat, kikapcsoltam a laptopot, és tudtam, hogy 24 órán keresztül nem is fogok hozzáérni, se telefonhívások, se kommentek, se Instagram, se Facebook, semmi az égvilágon, csak is én, és az, hogy saját magamra tudjak koncentrálni, és ezen kívül, hogy ezt egy kicsit még megfűszerezzem, nem is beszéltem 24 órán keresztül. Fogalmam sem volt, hogy mire számítsak, viszont nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fog adni ez a 24 óra. Az elmúlt időben minél inkább tudatossá váltam, elkezdtem észrevenni, hogy mennyire kizökkent a telefonozás. Hogy mennyire megzavar, amikor valaki keres, vagy valaki ír, vagy valamilyen értesítést kapok, és nagyon megzavar a munka közben, vagy éppen amikor élveznék valamit éppen, és valaki írogat, valaki hív, nagyon zavaró tud lenni, és ezért nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz 24 óra telefon nélkül. Az pedig egy hirtelen ötlet volt, hogy nem is fogok beszélni, pont azért, mert nagyon sokat tudok beszélni, és nagyon szeretek beszélni, ezért kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz, hogyha nem szólalhatok meg egy napon keresztül. Az első meglepetés talán 10 perc után ért, kikapcsoltam a telefonomat, és egy végtelen nyugalom öntött el. Tudtam azt, hogy 24 órán keresztül senki nem fog tudni megzavarni, senki nem fog tudni kizökkenteni, és tényleg oda fogok tudni koncentrálni, ahova szeretnék. Már előtt a nap este, amikor kikapcsoltam a telefonomat, leírtam, hogy miket szeretnék megcsinálni a következő nap. Ez egy olyan hosszú lista lett, hogy úgy gondoltam, hogy erre nem lesz elég 24 óra se, nem az, hogy még időben lefeküdjek majd a következő nap, de úgy voltam vele, hogy kelleni fog valami, amivel el tudom magam foglalni, tehát megírtam ezt a listát. A következő nap, hogy nem volt telefon, az hihetetlenül jó érzés volt, és egyáltalán nem volt nehéz, sőt, mindent megkönnyített. A feladatokat olyan gyorsan megcsináltam, hogy talán délután 1 vagy 2 lehetett, amikor kipipáltam mindent a kis listámról, és akkor gondolkodtam, hogy hát akkor jöhet még valami, mert hogy ezzel megvagyunk. Tehát nagyon megmutatta, hogy a telefon mennyire kizökkenthet, és mennyire el tudod pazarohani vele az időt. Amikor valaki rád ír és válaszolnál, nem csak válaszolsz, áttérsz ide is, áttérsz oda, elolvasod még ezt a cikket, és abból a 10 másodpercből akár ott fogsz tölteni fél órát, és a többi dolog, amivel haladni szerettél volna, az nincs sehol. Tehát megmutatta, hogy mennyire fontos minél kevesebb időt online tölteni. Persze azzal tisztában vagyok, hogy olyan munkám van, ami miatt igenis kell néha-néha online lenni, viszont sokkal kevesebbet kellene, mint amennyit korábban voltam. Tehát azóta sokkal inkább odafigyelek erre, és nagyon sokszor ki van kapcsolva a mobiladat és a wifi, hogy ne is lássam az értesítéseket, hogyha valaki el akar érni, akkor el tud érni telefonon. Tehát erre azóta nagyon odafigyelek, mert már 24 óra is megmutat. Mivel már 24 óra is megmutatta, hogy mennyit tud adni, hogyha nem telefonozunk olyan sokat. És az pedig bármerre megyünk, látjuk, hogy túl sokat van az emberek kezében az a telefon, hogy itt lakok Spanyolországban, egy gyönyörű szép helyen, pálmafák között sétálgat az ember, és nem néznek körül, nem élvezik azt, ahol vannak, hanem a telefonban vannak mélyülve, és elvesznek. Nincsenek is jelen egyáltalán. Tehát nekem megmutatta azt, hogy mennyire fontos, hogy sokkal többet nélkülözzem a telefon, és megmutatott egy félelmet is, ami nem tudom, hogy honnan jött, de észrevettem azt, hogy zavart, hogy bizonyos emberekkel nem tudok beszélni, és
elkezdtem kérdezgetni magamtól, hogy miért zavar ez, és arra a válaszra jutottam, hogy félek attól, hogyha nem válaszolok valakinek X időn belül, akkor majd elfelejt, vagy haragudni fog. Ez lehet, hogy onnan jön, hogy édesapámtól egy utolsó üzenetet kaptam, aztán eltűnt, de lehet, hogy onnan, hogy szerintem ezt nagyon sokan tapasztalták, hogy előveszed a telefont, mert éppen jól érezted magad, és nem is jutott eszedbe, hogy mondjuk le van némítva, előkapod, és öt nem fogadott hívás vár édesanyádtól, és egy pillanatra megáll a szíved, hogy hát, itt baj lesz, mert valószínűleg azt hiszi, hogy már nem is élek. És amióta kint vagyok Spanyolországban, észrevettem azt, hogy ha nem vagyok X ideig online, és nem tudok vele beszélni, akkor érzem, hogy ez zavarja, vagy érzem azt, hogy aggódik. És emiatt úgy érzem, hogy igenis írnom kell, igenis fel kell mennem a Facebookra, és meg kell osztanom vele, hogy mondjuk mit csinálok, amit egyébként nem szeretnék, mert nem szeretném elővenni a telefont, hogy kizökkentsen éppen abból a helyzetből, ahol igazán jól érzem magam. Tehát az ilyen félelmekre és ilyen gondolatokra nagyon jó rádöbbenni, mert akkor meg tudjuk beszélni ezt a másik illetővel, és ő is el tudja fogadni, hogy akkor, hogyha mondjuk 10 órán keresztül te legközelebb nem fogsz nekem válaszolni, akkor ez nem azért van, mert meghaltál, mert bajod van, hanem azért, mert nem akarsz telefonozni. Tehát nagyon jó rájönni ezekre a dolgokra, és ezen kívül, hogy nem beszéltem, sejtettem, hogy ez lesz a nehezebb része a dolognak, mert nagyon sokat tudok beszélni, és féltem attól, hogy milyen lesz, és milyen lesz az a tudat, hogy nem szólalhatok meg. És olyan vagyok, aki még a macskának is jó reggelt kíván, amikor éppen felkel és jön a reggeli szeretet adagért, tehát tudtam azt, hogy ez nem biztos, hogy egyszerű lesz. És az első pár óra tényleg nehéz is volt, és nagyon sokszor majdnem megszólaltam, aztán rájöttem, hogy nem beszélünk. És az első meglepetés talán akkor ért, amikor a tesóm bekopogott az ajtón, és hát máskor szoktam neki mondani, hogy nyugodtan gyere be. Hát most nem tudtam, tehát ott volt az a lehetőség, hogy vagy bízom abba, hogy emlékezni fog rá, hogy szóltam, hogy nem fogok beszélni, vagy felkelek, kinyitom az ajtót, és beengedem. Tehát rájöttem arra, hogy ilyen apró helyzetekben is milyen praktikus tud lenni, és mennyire is örülhetnénk annak, hogy tudunk beszélni, mert megkönnyíti a dolgunkat. Aztán egy pár óra után egyre könnyebb volt csendben lenni, és azt vettem észre, hogy azon kezdtem el többször gondolkodni, hogy hogyan fogom megtörni ezt a csendet. Mi az, amit fontos lesz kimondani, és emiatt felhagyni ezzel a kis feladattal. Tehát azt vettem észre, hogy azóta sokkal megfontoltabban szólalok meg, és sokkal inkább odafigyelek arra, hogy mit mondok ki, amikor úgy érzem, hogy nem tudok adni a másiknak, nem tudok hasznos dolgot megosztani egy témával kapcsolatban, sokkal inkább csendbe maradok, és nem csak megpróbálom fenntartani a kommunikációt. Tehát már 24 óra is rengeteget tud tanítani, és rengeteget tud adni, úgyhogy alig várom, hogy legközelebb akár mondjuk 3 napot így töltsek, vagy akár hosszabb időt, ez majd még hozza a jövő persze, de az biztos, hogy már 24 óra is rengeteget tud tanítani. Tehát mindenkinek, aki ezt megteheti, hogy kikapcsolja a telefonját egy teljes napra és nem beszél, azt ajánlom, hogy próbálja ki. Mert rengeteg mindenre rádöbben az ember. De hogyha nem tudod kikapcsolni a telefonodat, mert mondjuk köt a munka, vagy fontos, hogy elérjenek a gyerekek, vagy bárki, akkor csak kapcsold ki a mobilnetet és a wifi-t. Így telefonon, hogyha bármi probléma van, bárki el tud érni, viszont nem tudnak kizökkenteni az értesítések, az üzenetek, az, ami igazából nem fontos. Szerintem rengeteget tud adni mindenkinek, mert rengetegszer nyúlunk olyankor a telefonért, amikor nem lenne rá szükség, és rengetegszer beszélünk olyankor, amikor inkább okosabb lenne, hogy csöndben maradunk, és ezeket meg tudja ezt tanítani, meg tudja mutatni ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy a telefon hiánya, vagy a beszéd hiánya, vagy így mind a kettő,
de sokkal könnyebb volt fókuszálnom bármire, sokkal könnyebb volt megfigyelni a gondolataimat, mert semmi nem tudta elterelni a figyelmemet, hanem tényleg figyelni tudtam. Tényleg tudtam folyamatosan, hogyha megjelent egy gondolat a fejembe, tudtam, hogy mi ez a gondolat, tudtam azt, hogy mondjuk ezt el kéne engedni, vagy ez egy jó gondolat. Próbáltam nem is bíráskodni, vagy ítélkezni a gondolatok felett, csak megfigyeltem őket, és hihetetlenül jó volt az a nap. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy valamilyen módon, ahogy ezt ki tudja próbálni, tegye meg, és nézze meg, hogy mit ad neki, és mit nyújt számára. Hogyha kipróbálod, akkor mindenképpen írd le a tapasztalataidat, akár itt kommentben a videó alatt, mert nagyon érdekel, hogy másoknak mit ad egy ilyen nap. Remélem, hogy annak ellenére is tetszett ez a videó, hogy most a saját tapasztalatomról beszéltem. Hogyha igen, akkor ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap új videókkal várlak, a következőig pedig sikeres teremtést kívánok!